Itt még csak virtuálisan gyakorolják a hegesztést napkoron, de a szomszéd üzemcsarnokban már élesben zajlik mindez. Szószoros értelemben ég a szakemberek keze alatt a munka. Kérdéses, hogy a jövőben lesz-e elég képzett hazai munkavállaló, vagy egyre több külföldi vendégmunkást fognak alkalmazni a cégek. Egyre nagyobb igény van a munkáskézre. Reméljük, hogy ezt a demográfiai mutatókkal is alá tudjuk támasztani, hogy születik annyi magyar gyermek, hogy ezeket az ipari munkahelyeket el tudjuk látni munkaerővel, hiszen sok esetben az a helyzet már, hogy a munkaerő hiánya okozza a legnagyobb problémát egy ipartelepítésnél, és a képzett munkaerő hiánya, és a motivált munkaerő hiánya. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény elősegíti ahhoz a fiatalokat, hogy megtalálják ezeket a munkahelyeket, ami miatt ilyen szakmákat választhatnak, nem pedig olyan irreális célokat tűznek ki maguk elé, amelyek aztán frusztráltá és boldogtalanná teszik őket, hanem megtalálják ezeken a munkahelyeken is a boldogulás lehetőségét. A helyben vagy rendben elnevezésű szakmai rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata és az Együtt Európáért alapítvány közösen szervezte, amelynek az volt a célja, hogy egy szakmai napon a diákok betekintést nyerhessenek a munkavilágába, valamint üzemlátogatást tegyenek az esetlegesen jövőbeli munkahelyükön. Három megyei önkormányzattal van közös együttműködésünk, Nógrád, Békés és Szabolcs-Szatmár megyével, és ez a Szabolcs-Szatmár megyei programunknak az egyik állomás. Egy szakmai nap, amelynek keretében pályaorientációs jelleggel a fiatalok itt a GameTech Kft-be üzemlátogatáson vehetnek részt, és egy kicsit plasztikusan színes szagos eszközök, élménypedagógiai módszerekkel megnézhetik, megízlelhetik, megszagolhatják azokat a gépeket, gyártósorokat, ahol később majd akár dolgozhatnak is, és nagyon komoly 21. századi technológiát láthatunk itt sok-sok csarnokon, és még épülnek a következő üzemek, ahogy láttuk, úgyhogy gratulálunk a cégnek ez úton is. Póta Zoltán, az eseménynek otthont adó cég ügyvezetője azt mondta, a GameTech Akadémiát azért hozták létre, hogy a saját dolgozói képzése mellett segítsék a karrierváltást, részt vegyenek a felnőtt oktatásban, valamint a szakközépiskolák duális képzésében. Így rendszeresen foglalkoztatnak diákokat, akik náluk tanulják meg a szakmát. Ma már elmondhatjuk, hogy Magyarországon is, mint ahogy Nyugat-Európában 15-20 évvel ezelőtt megtörtént, egy kezdő jóképességű szakmunkás ugyanannyi kezdő fizetéssel indul, mint egy kezdő gépészmérnök. Már eleve ez segíti az elhelyezkedést. Németországban nyugat-európai elbevándorlás még jelenleg is jelen van, de egyre többen jönnek rá, hogy hát nem csak előnyei, anyagi előnyei, hanem hátrányai is vannak. Akit ideköt a családja, ideköt az élete, az miután eltölt bizonyos időt, ha egyáltalán megpróbálja Nyugat-Európában, akkor rájön, hogy ott sincs kolbászból a kerítés. A plusz megkeresett pénzt elköltik a kinti élet fenntartására, az utazására, az itthoni családi problémákra nem tudnak időben reagálni, ezért sokan meggondolják magukat. Nem csak a jó hírek érkeznek vissza a nyugat-európai munkavállalókról, hanem a rossz hírek is. Nagyon már meg is fordult a trend, azt is érezzük, jönnek vissza kollégáink, akik kint töltöttek bizonyos időt, és utána már itt folytatják nálunk a karrierüket. Póta Zoltán hozzátette, megfordulni látszik a világgazdaság trendje a globális munkakihelyezés piacán, ami azt jelenti, hogy az európai piacon is egyre fontosabbá válik a helyben megtermelt és előállított áru.